a lányoknak, de ez is kevés volt, tehát szenzációsan játszottál. Éppen azt néztem, hogy tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy főleg a második félidőben volt egy olyan perülés, hogyha te nem vagy apán, akkor ebből talán még nagyobb vereség is lehetett volna? Hogy látod? Hát nem tudom. Sajnos elrontottuk a második félidőt, az első félidőben nagyon jól játszottunk, nyugodtak voltunk, és tényleg megcsináltunk mindent, amit gyakoroltunk, és amit tudunk. És akkor még voltak társaid is, talán ez a szembetűnő, hogyha így a lőlapra nézek. Talán a második félidőben ez az, ami kevesebb volt, hogy nem nagyon találták a többiek, például ugye Sopronyi is a góllövő kezét. Igen, egy kicsit kapkodtunk szerintem, a második fél időben nem volt olyan jó a védekezésünk. A kapusok így is bravúrosan védtek, azért szerintem nagyon sok zicsert megfogtak, és nem tudtunk végül is hozzátenni támadásba, elkapkodtuk a zicsereinket, elkapkodtuk a támadásokat. Ki kell javítanunk ezt legközelebb. Láthatjuk közben a statisztikát is, de most statisztika helyett inkább beszéljünk az emberi dolgokról. Láttam, hogy te is begörcsölt a lábad, rengetegszer lemaradtál a földön, egy kőkemény csata volt. Hogy lehet ezt bírni, főleg úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy hétvégén egy újabb ütközet. Igen, nagyon elfáradtam, de sajnos nincs megállás. Mennünk kell tovább és csinálunk, sajnos fogyatkozunk. Nagyon hiányzik a Bogdanovics Anna Mária, egy Borbás Rita a csapatból, és ugye nagyon rosszul vannak a többiek is, egy-két játékosunk a másik félidőt bele kellett cserélnünk, mert betegségekkel küzdenek. És hát neked is muszáj volt a felmaradni, még utolsó rövid kérdésként, pedig tudtuk, hogy ugye két kiállításod van, azért ez is egy rizikós dolog volt. Igen, sajnos nem tudtunk úgy cserélni, hogy védekezésben, igen, hogy ne legyek bent. Hát gratulálok azért a jó játékhoz, mert tudom, hogy ez nem fog vigasztalni a BL-ben. Neked is akkor sok sikert, ezt kívántam az edzőtöknek is. Köszönöm szépen Bulat Anitának.